kemény-e a víz? Ha a hetedikes diákjainkat megkérdezzük erről, nagyon szívesen elkezdenek rajta gondolkodni, hozzák a példákat, hogy nem lehet kemény, hiszen bele tudok nyúlni. A mellette lévő azt mondja, hogy kemény, hiszen hogy hasas tudok, nagyon megcsap. Tulajdonképpen őket a viszonylag kevés természettudományos ismereteik csábítják ilyenkor, ezért nem tudnak erre pontosan válaszolni. És ezt a kérdéskört kellene körüljárni. A vizet kémiai értelme tekinthetjük-e keménynek? Abban az esetben, hogyha a benne található kálcium és magnézium ionok mennyiségét nézzük, akkor több kategóriát tudunk megkülönböztetni. Magyarország térképén jól látszik az, hogy kb. Háromféle típusú vízzel találkozhatunk. Itt a Tiszán túlon, ez a zöld kód azt jelenti, hogy viszonylag kevés ásványanyag tartalma van a vízben, ezért ez a víz lágynak tekinthető. A sárgával jelölt területek azok közepes mennyiségű kálciumot és magnéziumsót tartalmaznak, ennek következtében közepesen kemény vizet, és nem nehéz észrevenni a hegyek vonulatát a pirossal jelölt részeken, ahol a sok ásványanyag a vízben megváltoztatja a víznek a tulajdonságait. Ezt a jelenséget szeretném most bemutatni, arra vonatkoztatva, hogy Békés Csabán vezetékes víz milyen. Négy kémcső kísérletet fogunk elvégezni, a kémcsőekben sorrendben desztillált víz, a Békés Csabai csapvíz, ásványvíz és kálciumkloridoldat található. Jöhet a kérdés, hogy miért pont kálciumkloridoldat, hiszen még meglehetősen távol vagyunk a kemény vizes területektől, egy kicsit kémiailag megturbóztuk ezt a vizet, és ennek következtében ezt fogja modellezni nekünk a kemény vizet. Hogyha ezekbe a kémcsövekbe hasonló mennyiségű szappanreszeléket rakunk, majd ezeket jól összekeverjük, azt szoktam mondani a diákoknak, hogy számoljanak el 20-ig, most ilyen sokáig nem fog történni. Itt lehet a kémcsövet ilyen módon kavarni, hiszen gondolom vízzel meg szappannal már mindenki találkozott, tehát ez nem balesetveszélyes. És megnézzük, hogy mi lett ennek a keverésnek az eredménye, akkor a kémcsöveken jól látszik, hogy a vízben oldódott szappan különböző mennyiségű habot képez. Nézzük akkor, hogy melyikben mennyi található. A desztillált víz képzi a szappannal a legnagyobb mennyiségű habot. Jelöljük be a füzetbe, hogy hogyan is változik a szappannak a mennyisége és a habzás. Tehát jelöljük be a víznek a szintjét a kémcsövekben. Itt található a víz, és jelöljük be azt a hab mennyiséget, csak ilyen nagyon egyszerűen, ameddig a habképződés történik. A hab mennyisége majdnem ugyanannyi, jóval kevesebb, és a negyedik kémcsőben nem találunk habot. A gyerekek erre azt mondják első látásra, hogy nem oldódott föl a szappan reszelék, és ezt a szappant lehet ebben látni. Itt ránézésre látjuk, hogy ilyen apró kis lebegő részecskék találhatók, amelyeknek a színe fehér. A kémiában erre az állapotra azt mondjuk, hogy vejhes. És az állapota, mivel vízben nem oldódik, csapadéknak nevezzük. Tehát a három kémcsőben hab képződött, a harmadik, a negyedikben pedig fehér pelyhes csapadék. Ez még inkább látványos, hogyha az első kémcsőnek a folyadék tartalmát átöntjük az utolsóba, tehát a szappanos víz bekerül a kémcsőbe, és így már nagyon jól látszik az, hogy ez jóval több anyagot jelent, mint amennyit beleraktam, tehát nem a szappan az, ami a tetején összegyűlik, hanem a kivált pelyhes, fehér pelyhes csapadék. Ebből következően, a kísérletből következően a középső
Kémcsőben, a második Kémcsőben található hab mennyisége arra utal, hogy a Békéscsabai vezetékes víz az lágy víznek minősül. Tehát be tudtuk bizonyítani ennek a térképnek a helyességét. Ebből következően, hogyha valaki ehhez a vízhez vízlágyítót ad, amire nincsen szükség, akkor az a vízlágyító belekerül a természetes vizekbe, ott elindíthat egy algásodási eutrofizációs folyamatot. Na most ez a Békéscsabai csak vízre vonatkozik. Hogyha a környező településeken vagy a környező tanyákon kíváncsi valaki, hogy a Fortkútból használt víz milyen, akkor nagyon egyszerűen egy zárható üvegbe belerak vizet, beleszól egy kis szappaneszeléket, és meg tudja nézni, hogy mekkora habot képez. Ugyanis nagyon nem mindegy a háztartási eszközöknél, kisgépeknél, hogy mekkora a víz ásványanyag tartalma, hiszen ezek, ha kicsapódnak vízkő formájába, nagyon gyorsan tönkre tudják tenni ezeket a készülékeket. Ez az egyszerű kísérlet bizonyítékot nyújt arra, hogy a használt víz milyen ásványanyag tartalma.